Hogy Völgyi Zsuzsi mennyit fogyott a gyógynövénykeveréknek köszönhetően, arról már rengeteget beszéltünk. Most pedig arról fogunk beszélni, hogy hogyan tudja a mostani jelenlegi bomba alakját kihangsúlyozni, de őriz még régi ruhadarabokat annak érdekében, hogy nehogy véletlen még egyszer azt kelljen hordania. Annyi mindent meséltél már, de miben változott a ruhatárad, amióta megújult a külsőd? Hát végre újra vissza tudom húzni a régi ruháimat, tehát igazából nagyon nem változott a ruhatáram, mert úgy nézett ki a szekrényem, hogy volt egy felső polc, ott a kisméretű ruháim voltak, raktárban, és lent pedig a nagyméretű ruhák, amiket ugye be kellett ruháznom, szó szerint, mert a kisméretűek úgy néztek ki rajta, mint hogyha egy fóka szeretné magára húzni a kis rucikáját, úgyhogy vennem kellett egy pár darabot. Nem vittem túlzásba, mert bíztam benne, hogy majd még egyszer rám jönnek azok a gyönyörű, szép fellépő ruhák. Tudsz is mutatni olyat, ami most már nagyon nagy méret neked? Igen, tudok mutatni egy pár darabot. Például ez a gyönyörű, hát szép igen. Fölső, amit most már lassan tényleg körbeér. Hát akkor tényleg látható a változás. Főleg derékban. Méretekben ez mit jelent? Hány méretet fogytál? Hát igazából én 42-ig számoltam, de itt találtam például itt hátul egy olyat, amit nagyon szerettem, és fellépésre rengeteget hordtam, és ezt nem is figyeltem, de ez egy 46-os darab, ruhadarab. Most pedig visszatértél a 38-ashoz, ugye? Igen, most újra a 38-as a méret. Neked is van kedvenc ruhád, amit anya szokott viselni? Igen. Megmutatod? Ezt szereted, anyám? Igen. Ezt én is szerettem magamon egyébként. Ebben nagyon sokat voltam a hajón. Rengeteget léptem fel ebben a ruhában. Most megint fel tudom menni, úgyhogy ettől nagyon boldog vagyok. Milyenek a mindennapjaid mostanában? Nagyon sok fele jövök, megyek. A kislányommal is rengeteg időt töltünk együtt. Tehát, hogy ő pedig nagyon-nagyon igényli azt, hogy hozzá kell az energia, mert ő egy nagyon energikus kislány. És igazából annak az étrend kiegészítőnek nagyon sokat köszönhetek, mert ugye onnan is nagyon sok energiát kapok. Például ott van benne az az Ázsiában őshonos kaktuszféle, ami igazából nagyon sok energiát, plusz energiát tud adni, mind a mellett egy nagyon jó zsírégető hatása is van. Vagy ott van benne például a keserű narancs, ami rendkívül meggyorsítja az anyagcserét, tehát kihajtja a felesleges zsírokat. Van benne egy különleges rost, amit teltségérzetért nagyon, nagyon erőteljesen felelős, és nem érzi magát az ember olyan éhesnek. Az éhséget nagyon jól lecsillapítja, úgyhogy ezeknek az összetevőknek nagyon sok mindent köszönhetek, és ettől nagyon látványos és gyors ez a folyamat, a fogyás folyamata.